thank you Sziasztok, kis Lórend vagyok a mikrofonnál, itt van a kollégáim és Rupás és Csilla. Mindenkit szeretettel köszöntök. És Lenkár Péter. Üdvözlöm a hallgatókat és titeket is. Ez pedig nyilvánvalóan egy újabb értágító podcastünk, adásunk. Egy olyan nagy témát érintenénk, mert nem akartam azt mondani, hogy taglalnánk, mert szerintem olyan mélységei lehetnek ennek, illetve hát időben sem lenne a legegyszerűbb megoldani, úgyhogy inkább csak úgy érintőlegesen próbáljuk majd taglalni. Mert különben sincs nálunk tagló. Nincs taglónk, igen, vagy nem vagyunk taglózók, mert hogy egy olyan nagy témáról fogunk beszélni, ami hát körül is vesz bennünket tárgyakat tekintve, sőt, mehetünk vissza időben is, illetve lesznek majd nekünk neveink, nevek ugye nem illik viccelni sem, nem is tudjuk azt tenni konkrétan nekem, hogy lesz egy névviccem mondjuk ezen belül valamikor, de hogy abban azzal kezdeném akkor, mielőtt még lendülném a poént, hogy vagyis a témánkat konkrétan, hogy azt uh, ugye mindig halljuk, vagy tudjuk, vagy mi is szoktuk emlegetni, hogy hát bárhol mész a világban, magyar emberre találkozol, vagy mindenhol vannak a magyarok, mindenhol ott vannak a magyarok a világban a lényegében. Na hát erre vannak amúgy olyan példák is, és visszamehetünk történelembe is ilyen szinten, de azt el kell mondani, hogy volt egy ilyen, hát a sajtó is felkapta néhány év azelőtt, hogy Magyarországon kívül a legnagyobb uh, magyar város az nem más, mint London vagy akkoriban élt vagy 200 ezer, vagy lehet még mindig, vagy már több, vagy kevesebb, nem tudom. egy időszakban kb. 200 ezer magyar élt például Londonban, sőt, Csikágóban, mondjuk azon az Egyesült Államok, ugye Csikágóban pedig egy időben 75 ezer magyar élt. Jó, mondjuk a milliókhoz képest, amennyi mondjuk Csikágónak a lakossága, ez nem sok de hogy azért tetemes kolónia jött ott össze, Csikágóban is, ugye London pedig meg abszolút. Általában minden nagyvárosban szerintem van magyar kolónia, és általában ezek az emberek össze is járnak, hanem is minden hónapban, vagy minden héten, de egy évben egyszer mindenképpen, például ott van Torontóba a vadászbál évente egyszer, ami a magyaroknak a vadászbálja. Na, de nem erre akartam konkrétan kitenni, hogy milyen kolóniák is hol élnek. Történelmi szempontból azt mindenképpen meg kell említeni, mert hogy témánk a magyar tudósok, vagy magyar kötődésű tudósok, vagy pedig esetleg magyar kultúrkörben élt vagy működött tudósok kategóriája lesz. Ezen belül persze ugye a feltalálók is benne vannak ebben a képben. És azért is mondtam úgy, hogy ezek a dolgok bennünket körbevesznek, vagy körülvesznek akár a mindennapjainkban, hiszen olyan tárgyak alkotják már a mindennapjainkat, illetve segítenek bennünket a mindennapokban, amikor talán nem is tudnánk, hogy kitalálta fel, vagy ki volt az a személy, vagy egyáltalán magyar volt-e, vagy amerikai, vagy német, vagy ázsiai, honnan, De hogy lesznek ugye példák is itt majd szép számmal. És azért mondtam, hogy ez egy óriási hiszen annyi név van, és visszamehetünk, ugye mondjuk tegyük fel a eh, 10, bocsánat, 18., -dik, 19., -dik, 100. -dik inkább, tehát nagyjából az iparosodás korától beszélhetnénk ezekről a tudósokról, tehát a értelemben. A modern kortól, a francia forradalom. Igen, iparosodás korá és az időszak nagyjából, amikor kortól igazából már számottevően megnövekszik az, hogy a, a tudományokra, talán az iparosodás által is egyre nagyobb és nagyobb volumenű uh, igazából uh, hát figyelem fordul, és uh, pont ennek uh, hozománya, és majd a későbbi vívmányok a hozománya ennek, hogy fogunk beszélgetni. Azért mondtam, hogy magyar vagy magyar kötődésű tudósokról fogunk beszélgetni, mert hogy azért abban az időszakban mondjuk ugye uh, történelmi Magyarországot tekintve, vagy ugye az osztrák-magyar monarhiát tekintve. Vannak olyan tudósok, akik abban a közegben éltek, de hogy számos népcsoport alkotta akkor az országnak a lakosságát. Ezért ugye beszéltünk például olyan névről, mint Ganz Ábrahám, aki mondjuk például svájci születésű volt, de aztán majd Pesten, ugye hát Budapesten tevékenykedett és lett iparos, meg gyáros és vannak még olyan nevek, akik mondjuk más származásúak voltak, vagy aztán ugye elmentek Amerikába, vagy Nyugat-Európába, és azért is mondtam ugye, hogy mindenhol találkozunk szinte magyar emberrel, vagy van legalábbis ez a fáma a magyar emberről, hogy bárhol van a világba találhatsz magyar embert. Na hát magyar tudós is lehet találni egyébként Amerikában és a világ más pontjain is számos helyen nagyon, nagyon tetszett és jó esett a fülemnek, hogy úgy konferáltat fel ezeket a dolgokat, hogy tárgyak, amik körülvesznek bennünket, mert hogyha rákeressünk akár az interneten ezekre a nevekre, általában a férfi neveket nevekkel találkozunk. És éppen az volt a megjegyzés, amikor készültünk erre a műsorra, hogy oké, okay, de mert, mert a férfiak azok, akik kézzelfogható dolgokat találtak ki zömével, ha csak nem egy nő útmutatása szerint, viszont a nők inkább szociális problémákkal foglalkoztak, tudom én, szegényházakat hoztak létre, óvodát alapítottak, pedagógiai módszereket dolgoztak ki, szóval igen, de hát, de hát lényeg, lényeg a lényeg, hogy igen kevés női névvel találkozhatunk ebbe a listába. Mondtad, hogy a filozófia, akár az ókorig a filozófusokig vissza lehet menni, hát ott is igen kevés a nő. Hát ugye köztud hogy a nőket nem engedték a tudományok közelében nagyon sokáig, meg kellett maradniuk a fakanál. De hát ez változik. Igen, ez a XX. századtól valószínűleg valamelyest mérséklődött, vagy legalábbis megnőtt a nőknek a, a száma is ezen a területen. Ugye, ahogy Lóri is felvezette az ilyen történelmi magyar vonatkozást, azért tényleg elég nehéz helyzetben vagyunk ebből a szempontból, mert tényleg egy olyan. Tehát úgy. Úgy, úgy Magyarország, mint, mint független állam, ugye nem olyan régóta létezik, illetve. illetve hát a mai formájában? Hát, igen, igen, a inkább. Így, formájában gondolod. Igen, igen, inkább így gondoltam, illetve illetve ugye bár a, az elvándorlások is megnehezítették ezeket a dolgokat, hogy tényleg ezt tisztálásuk, ezeket a dolgokat, de ezért is lehet talán ennyire, ennyire bonyolult és mélységes ez a téma. Amúgy hallottam valami olyasmit, hogy most ennek ugye vannak némi írásos alapja illetve emlékei, hogy ez a, ez a magyar népnek az ilyen találékonysága ez azért visszanyúlik elég rég, régre, például hogy hogy még a még a honfoglalási magyar magyar hogy például a lovagláshoz a kengyelt például a magyarok találták ki vagy az ő az ő az ő nevükhöz kötik, ami, ami igencsak meg tudta könnyíteni a, akár a lovaglást, és nem, nem csak, hanem például a, a lovon történő harcászatot, mert ugye sokkal könnyebb ugye mozogni a lovon, hogyha, hogyha, van egy fix pontja a lábnak, illetve olyan dolgokat is hallottam, hogy, hogy a, hogy a hat táp fogalmát is a magyarokhoz vezetik vissza, tehát ők találták azt ki, hogy, hogy ne hajon éhen az a bizonyos hadsereg vagy nép, hanem olyan szintű granulátumokat, tejport is például a, a magyarokhoz kötik, vagy a levesport, tehát hogy mindig volt egy, egy olyan minimális ö, ö, táp valami náluk, ami, amitől nem történtek olyan dolgok, szárított amik... hús, Igen, igen, a igen. alatt. Akkor. Igen, igen, így van. <laughs> Illetve ugye azt is szeretik, vagy szeretjük hangsúlyozni, hogy lakosság aránya szerint a legtöbb Nobel és olimpiai mármint hogy Nobel-díjasunk és olimpiai bajnokunk is nekünk van, mármint magyaroknak, de hát ebbe aztán bele lehet kötni, meg hoztam majd számokat, de ezt majd később. nagyon jó, de ugye mondtuk tárgyakat, és azokat a tárgyakat elég, hogyha néhányat említünk, például a biztonsági gyufa, vagy jó, mondjuk nem teljesen a tárgy kategória, de azért a szódavíz, de hogy ott van mondjuk például a dinamó, a, a benzinmotornak lényegében a, a szabadalma és a feltalálása is ugye magyar névhez köthető, mondhatnánk nyilván az atombombát, meg a hidrogénbombát, ugye, amelyhez nagy, nagy mértékben hozzájárultak a magyar számozású tudósok, tehát ugye Tellerede Winkler Jenő, vagy ugye Szilárd Leó, majd később ugye nagy név és a számítógép működésének az alapelvét kidolgozó, sőt a mai napig, ha beülsz egy laptop vagy egy számítógép elé, ugyanazok szerint a hát, módszertanok szerint, vagy nem is tudom mit, tehát felépítését tekintve, hát az alapja működését fektette, tekintve, engel. lényegében ő tette az alapjait, tehát ez Naiman János volt. Mondjuk ezt szintén az Egyesült Államokban tette ő is meg már, mint ahogy sok más tudós is majdott ott tevékenykedett, főleg ugye másfél háború utáni időszakot tekintve aztán meg tudjuk, hogy nagyjából, vagy beszéltünk még erről is, hogy hogyan történhettek dolgok, de hogy Valóban az iparosodás volt az, amelyik meghozta azt a fellendülést, és azért mondtam például olyan példaként, mondjuk a Ganz urat, aki svájci születésű volt, tehát ő Svájcban született, és majd később, amúgy szinte fél Európát bejárta ő, amúgy azt hiszem, hogy talán gépész, mérnök féle volt, és majd 1800-as évek közepe tájéken került el, sőt még előtte került el, majd Pestre, majd itt kezdett el dolgozni és később pedig iparmágnás vagy gyáros lett. Például a szabadságharc sorom ide alatt a ganzgyárban öntöttek tíz darab ágyút is, a szabadságharcosok fordalanálok részére, illetve ágyugójukat is, és semmiatt őt például később majd, hát úgymond felelősségre vonták, miután leverték ugye az osztrákok a szabadságharcot, de csak hat heti fogságra ítéltük, amit nem is kell tetőcsön, pont arra úgy úszta meg az állampolgár volt, tehát máskor már lehet, hogy jobban megkurcolták volna. Na de ez csak egy példa volt olyan tekintetben, hogy magyar kötődés vagy magyar kultúr körben is működő tudós, és mint mondtam a tárgyakat, ugye hát mondtam a dinamót, jedlikányos, vagy ugye a szódavíz is, ha jól emlékszem, akkor szintén jedlikányoshoz kötődik. Uh, vagy más szikvíz. szikvíz. Mm. Igen, szikvíz, vagy szódavíz is így is nevezhetjük. Ugye a biztonsági gyufa az pedig Irinyi Jánosnak a találmánya. Ő ugye hozzánk képest itt itt kötődik. így, területi, így van, területileg is. nincs is olyan messze itt tőlünk igazából, sőt van emlékhelye is, sőt készült is nálunk valamilyen ilyen kis fionleg, jellegű dolog, még talán 2020 vagy 19 vége fele. Na mindegy. Az elmúlt három év valamelyik. Uh, így van. Na de uh, ugye mondta Csilla azt, hogy uh, főként úgy lehet észrevenni, hogy tárgyak és elméletek. Na most a tárgyak és elméletek kapcsolódásával szerintem azért az mindenképpen fontos, hogy először mindenképpen egy elmélet valamiről, és aztán lehet abból tárgy vagy ugye találmány, azt pedig ugye szokták szabadalmaztatni. Na most nekünk vannak ilyen szabadalmi listáink, és legalábbis van egy ilyen nagyon jó-nagy lista, amit lehetne említeni hogy ki mit talált fel és hogyan szabadalmaztatta. De visszatérve a kérdésre az, hogy a nők inkább az elméletek gyártásában, vagy módszertanoknak a, a lefektetésében jeleskedtek, míg a férfiak inkább a tárgya a kütyüknek a feltállásába. Az ah, ott van egy ellentéte, vagy nem ellentéte, hanem egy jó példa arra, hogy ugye a minisztánkon, amit mi találtunk, ott egyetlen női név szerepe, ugye a Telkes Mária, és erről szerintem akkor te szívesebben szeretnél majd beszélni. Bár én, én hívtam rá a felfegyelmedet. <laughs> <laughs> igen, mert nehezményeztem, hogy, hogy igen kevesen vannak a nők. Hát Magyarországon született, ugye, de hát nem a Magyarországon tette a felfedezéseit, a és, találmányait. És találmánya. Ott... Tehát, hogy kütyütt Külügyi talált, talált Na. napkirálynőnek nevezték Egyesült Államokba, ha jól emlékszem, igen, és ő volt az, aki matek, fizika szakon végzett, és hát nem a napelemeket, napelemeket fedezte föl, vagyis legalábbis ahhoz járult hozzá, Hát igen, itt nézem, hogy 1925-ben Clevelandi Biofizikai Intézet kutatólaboratóriumában kezdte el a munkásságát, aztán 1939-ben Bostonban folytatta, mert me nem fogom tudni kimondani, mert massachusetts intézetben, igen, a technológiai intézetben, aztán tanárként is működött, dolgozott a Danversan House tervezésével kapcsolatban a szoláris energia kutatásának a projektjében dolgozott amerikai iparmágnás Gottfried Lowell Cabot finanszírozta az ő kutatásait. Igen, tehát És azért... ő, volt a, ő volt a kutatócsoportnak a vezetője és az ő nevéhez fűződik az a felfedezés, hogyan lehet kémiai eljárással tárolni a napenergiát. Na épp ez a lényeges pont szerintem benne, igen, hogy ő tehát főként a napenergiának a hasznosításával foglalkozott, annak a, annak a, hát technikai megoldásaiban működött közre, illetve talán szabadalma is volt, talán 39 szabadalom fűződik a nevéhez, az ami azért nem kevés. Az utolsó pedig 90 éves korában jegyezték be, az sem semmi. Ami nagyon fontos, meg érdekes, amit én találtam vele kapcsolatban, hogy például az ő találmánya volt, amit egy olyan szerkezet lényegében, és mondják is, hogy az egyik legsikeresebb találmánya az, amit az amerikai hadsereg számára kifejlesztett, az napenergiával működő tengervíz sótaladító berendezés volt. Ez sok szerencsétlen járt, vagy gépével a tengerbe zuhant, az zuhanás, zuhanás túlélő pilóta életét mentette meg, mivel megadotta az ivóvíz ellátásukat. Hát valószínű, hát kiderült, hogy a napenergiával való foglalatossága közben is kémiai tudományokkal foglalkozott leginkább, hát ez is inkább kötődik a kémiához, amit most említettél. Az is érdekes, hogy 1995-ben visszatért Magyarországra, és, és hát ott hunyt el Budapesten és posztumusz kapta Gábor Dénes fizikussal együtt 2012-ben a Feltalálók Nemzetközi Dicsőség csarnokába fölvették, és, és hát akkor díjazták, akkor ismerték el. Igen, a kémiának nagyon nagy szerepe van a magyar tudományban, de erről majd még később szerintem fogunk beszélni, még visszakanyarodnék a számítástechnikára, mert találtam még két olyan nevet, az egyik kimondottan magyar, a másik pedig hát egy el amerikaiosodott magyar név. Mind a ketten az Egyesült Államokban váltak híressé tulajdonképpen, és talán, bár az egyikre nem emlékszem, de de azt hiszem, hogy majd csak a második dolgozott Bill Gatesnek, illetve a, a Windowsnak az alapjaiban is segített, illetve, na mindjárt mondom, az, első az Kemény János, aki a basic nyelvet mm. találtak, illetve fejlesztette ki, ami a, hát mi már, nekünk már ilyen ókori dolog ez a számítástechnikában, de a legesleg elején ezzel tudták működtetni. Tehát ez egy olyan formanyelv volt, ami, ami nélkül nem működtethetették tették a számítógépeket, illetve 1963-ban az elektronikus levélhálózatot ő találta ki, illetve ő dolgozta ki, hogy ez hogy is működjön. Mi meg ugye minden nap használjuk az e-mailt, végül is ennek a, az ősatja ez a dolog a másik pedig, hát Simonyi Károly, de hát Charles Simonyi-ként ismeri szerintem mindenki. Olyan, olyan dolgok, ő volt az, aki a windows tehát a Windows kitalálásában is dolgozott, de ami inkább a nevéhez fűződik, az a Word és az Excel, illetve mindenféle Microsoft alapterméknek a, de ez a, ezt a kettőt szokták több, többnyire a nevéhez fűzni, úgyhogy szintén egy olyan dolog, amit mi nap mint nap használunk, mondjuk az Excel táblát valószínűleg kevesebb szer, mint a de hogy de hogy ez is egy magyar embernek a nevéhez fűződik. Lehet, hogy nem ő, nem, nem ő, nem ő dobta piacra, vagy nem tudom, mi az alapjait, az tényleg ő, azt ő, ő tette az asztalra, hogy meséltétek itt az előbb, hogy van ugyebár az elméletben kitalálás, ami aztán mondjuk egy papírra kerül, és aztán az átformálódik tárgya általában ez a menete ennek az egész dolognak mondtam ugye, hogy nevekkel nem viccelünk itt, és mondtad mondjuk ezt a, még egyszer nem is Károly, vagy? Csász Simonyi, Csás Simonyi. Mondok egy másik, de ez egy tényleg vicces, de ezt kigondoltam már előre, azért de, mondtam, de hogy De nem mondd előre, nem vicces, hogy vicces, mert... De hogy, <laughs> uh, mármint, hogy, nevekkel nem viccelünk, arra gondoltam. Na hát, nagyon sajnálom, hogy például egy olyan nagyon nagy személyiség nem magyar kötődésű, vagy magyar számozású, akit úgy is nevezhetnénk például, hogy Vince Lénárd. Na most, ha kitaláljátok, hogy ő ki lehet, és ő itáliai volt annak Leonardo idején. Leonardo da Vinci, Na, és hát akkor a repülőgépet fedezte föl. Hát, azt emlékszem, volt egy film, és mindig szerettem volna megnézni, meg Aranyat is szeretett volna ő csinálni. És emlékszem, úgy kezdődött a film, hogy hogy ment egy barát a szamaron fölfele a hegyre, ahol ezeket a kísérleteket végezte Vince lórán Lénárd. Ne, bocsánat, nem Lórán, Leonardo. Da Vinci, és, akkor, és akkor ott volt egy, egy önkéntes alanya, akire szárnyak voltak pakolva, és mindig lezuhant. A szamár megijedt, és ő is összeesett, és én akkor elaludtam. Ezt a filmet hatszor próbáltam megnézni, és mindig ennél a jelenetnél valamiért nyomott az álom. Nem, nem emlékszem már a, a filmnek a címére, de ha már filmeknél tartunk, ugye rengeteg újon, új feltalálás is van, mégpedig a filmek, filmtechnikai effektusokat is állandóan fejlesztik, és mindig vannak okosak, akik valamit föltalálnak, és közéjük számoltatik a nem olyan régen Oscar díjjal jutalmazott Afra Attila Tamás, aki Szatmár Németben született, Sz Szatmárnémetiben született, fiatal ember, nem tudom pontosan, hogy mikor született, de 2005-ben érettségizett a, a szatmári kölcsei 1987-ben született akkor. Igen? Na, tessék, micsoda matematikai zsenik vannak, áll, ülnek itt körülöttem. 5 hát, ből kivontam és, 18 -a. És még mielőtt, de én közben is beszéltem, és közben nem, <gül> 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 nem tudtam számolni. Szóval még mielőtt valaki tévedésbe esne, ez technikai oszkárdi, ami körül nincsen olyan nagy uh, csinnadrattak, Hype. mint az oszkárdi körül. És uh, az, ami uh, csapatban, azt akartam mondani, az imént, amikor Péter mesélte, hogy ugye, hát nem biztos, hogy az ő nevéhez fűződik, de neki is része van benne, hogy általában vannak olyanok, ha jól tudom, hogy a világ két végén, amikor még nem volt ilyen infokommunikáció a világ két végén, két ember Ugyanazunk ugyanazt a, dolgot, ugyanazt a dolgot fedezte fel ugyanabba az időpontba, és akkor még perek is voltak, hogy akkor most ki a szabadalom, de vannak olyan dolgok, például az atom hasadáson, vagy az atombombán, ott csapatban dolgoznak általában a tudósok, jól megfizet, ti, őket, a mecénás, aki aztán vagy jóra, vagy akármire használja a felfedezésüket, de visszatérve ehhez a fiatalemberhez, ő, hát ezt nekem muszáj olvasnom, mert én nem igazán vagyok otthon az ilyenekben, úgyhogy megpróbálom érthetővé tenni. A sugárkövetésnek az egyik algoritmusát sem dolgozott ő, ami a fénysugarak követése által fotorealisztikus képeket tud előállítani, tulajdonképpen szimulálja a fény útját, az optikai jelenségeket a virtuális világba. Az első alkotás, amelyik ennek a technológiának a kezdetleges verzióját alkalmazta, egy rövid film volt a Bania Blue Sky stúdiótól. Az első egész estés animációs film pedig a sugárkövetéssel készült, az Ice Age, a jégkorszak című volt 2002-ben. A sugárkövetés elterjedése egy folyamat volt, nem volt hirtelen váltás. Ennek ellenére azért forradalmi, és azért kapott Oscar-díjat, az Intel ember nevet viselő fénykövetési programkönyvtár, és az azt kidolgozó csapat, mert ez az első olyan szoftveres megoldás, ami egy általános csomagban összefoglalja a sugárkövetés építő elemeit, amely könnyen hasznosítható és beépíthető meglévő rendszerekbe. Szóval egyre bonyolultabb lesz ez a nagyon egyszerű világunk. Nem tudom, hogy most épp a hétvégén volt a Bosszúállók című film valamelyik csatornán, és ott is ezt az emberféle féle sugárkövetési rendszert, vagy programot használták az effektek eléréséhez. Hát volt ott a mennydörgés úra, aki azok valószínű, hogy nem igazi villámcsapások voltak, amiket bevágtak egy ilyen mesevilágba. Ugye ez is már inkább ilyen fizikai, meg ilyen fajta tudomány, de ö, ugyebár az egy hónappal ezelőtti ugyancsak közösen ö, szerkesztett műsorban szó volt ugyebár az orvostudományról, és bár ö, mondjuk Szent Györgyi Albertről nem esett annyi szó, de ott van ugye Szemmelvej Szignác, aki hallgassátok vissza azt az adást. A többet beszéltünk róla, elég korszakalkotó valamit vett észre, és tényleg azt szeretem ebbe az egészbe, hogy lehet, hogy nem mit tudom én, hónapokig, meg évekig kell rajta dolgozni, hanem így egyszer csak észreveszel egy, egy nagyon apró valamit, és ide tudom sorolni Szent Györgyi Albertet is róla, majd még egy picit később, majd még mondok érdekességeket, hogy ő is ugyebár hiába kutakodott, mit tudom én mennyi ideig bizonyos dolg, ugye az aszkorbinsavról van szó, hanem egyszer egy vacsora közbe vagy után jutott valami eszébe, és onnan pattant ki. Bocs és bocs egy... bocs én bocsánat, csak ehhez hozzáteszem, hogy én úgy tudom ezt a mesét, hogy, hogy annyira elege lett a, a kutatásából, hogy ott hagyta a labort egy hétig, és megpenészedett valami, és aztán úgy fedezte föl, hogy, hogy hú, hát ezt kerestem. Ami még ide tartozik, orvostudomány, aztán nem tudom, hogy nektek van -e még ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valótok, de volt egy Ulman Imre nevű úriember, aki, ha jól emlékszem, az 1900-as évek elején először végzett tevese átültetést, ami, amivel szintén forradalmasított egy olyan dolgot, amit lehet, hogy aztán többet ő nem csinált, de belevágott és, és, és működött, és, és rájött. Az orvostudomány, hogy ezt meg lehet csinálni, és és nagyon jól működik, mert nagyon kicsi százalékban nem fogadja be a, az új ö, paciens a, a donornak a vesét. Hát egy szabadkozással kell, kell itt folytatnom, rögtön összekutyultam a dolgokat, mert a C-vitamint és a össze tévesztettem. Ugye Fleming volt az, aki a penicillint felfedezte, és ő volt az a trehány, aki penészgombát talált az asztalán, és úgy, fed, úgy, úgy, született ez a korszakalkotó felfedezés. Na, de ez is olyan, amiről a korábban beszéltem, hogy így nem is, vagyis dolgozott egy csomó mindenem, meg agyalt, és aztán ott hagyta az egészet a fenébe, és abból lett a megoldás. Így, így. Igen. Igen, de mondjuk, uh, a propós amire visszatérve, meg hogy a ugye, hát uh, sokáig probléma volt, akár a hajósok körében, ugye, a Skorbut, skorbut. kategória, hogy uh, egy jó ideig, amikor hosszú hajóútra indultak a matrózok, a hajósok, akkor Ö, egy időben ugye savanyú káposztát vittek magukkal annak a megoldására, hogy elkerüljük a skorbú betegséget, és akkor nyilván azt nehezebb volt azért kételezni, meg hát mégiscsak mennyi viszel magad a 600 hordó a káposztát, tehát mindegy. És akkor ugye rájött később, hogy hogyan mondható ki, tehát ugye az aszkorbén savról van szó, de is már akkor nyilván szállja, hogy Albertről van szó és akkor magának az aszkorbinsavnak a, olyan jellegű előállítását, ami hát ilyen gyógyszerűszetileg már megoldható, és aztán majd el is kezdte nagyon mennyiségben, tehát már tudták gyártani lényegében, úgymond gyógyszergyárakban, és így ma ismeretes ugye a C-vitamin kategóriája, amit mi is szoktunk néha szedni, ha nem gyümölcsökből kapjuk meg. Illetve hát a gyümölcsök annyi, hogy ö, azt hiszem, hogy eleinte talán a a becsem magából a citromból, vagy nem tudom, miből vonta ki, majd később jött rá, hogy mekkora az aszkorbinsav tartalma a citromnak, és azt hiszem, hogy így lett majd a... Vagy paprika volt vagy a paprikából, ludos. bocsánat, igen, paprika, paprika, igen, 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 és később majd akkor a paprikából kezdték nagy mennyiségben elő, Mondjuk nyilván hát citrom nem olyan volt a vidéken el elterjedve paprika, meg azért Szeged környékét ismerve is, persze hát, meg Magyarország jó. De a paprika az, Pap az, az nem erdei, erdei <laughs> bocsánat, nem európai eredetű. Hát nem, de akkoriban már itt is elterjedt rendesen, ugye? Na mindegy. Na igen, és akkor mehetünk tovább neveket tekintve. Van két olyan név, amit szerintem mindenki hallott már, de az egyiket biztosan, az pedig sőad, akkor mondok három neveténke. Volt itt egy olyan dolog, amit Csilla mondott korábban, hogy ugye mondjuk a két külön másik pontján a világnak egyszerre gondolnak az ugyanazok, és két külön ember ugyanarra a dologra gondol egyszerre. Na hát olyan értelemben mondjuk nagyon nagy dolog volt az, amit például Puskás Tivadar meg, hogy a két adott pont között ne csak úgy kommunikálhassunk, hogy A-ból B-be, B-ből a ból b be b ből hanem mondjuk kommunikálassunk A, B, C, D, B, E, F, G, H és oda-vissza mindenféle tekintetben. Ez pedig ugye a telefonközpontnak a feltalálása volt, és az, ami ezt segítette, hiszen azt tudjuk mondjuk mindannyian, hogy korábban ugye Graham találta fel ezt az eszközt, amilyen formában De akkor. A telefont. Így van a telefont. És ennek majd ugye később volt komoly fejlesztője ilyen szempontból, Puskás Tivadar, aki maga, ha valamit akkor Pesten született, de talán később Bécsben tanult, majd járt, élt Londonban is, tanított talán Berlinben is, ha nem tévedek, mintha, de megfordult nagy Nagyváradon is, ha azt tudtátok, vagy nem tudtátok. Er és... Er erről hallottam, illetve vele kapcsolatban azt is hallottam. Most ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de végül is logikailag ki lehet következtetni, hogy mikor létrehozta ezt a, ezt a telefonközpontot, akkor a től, az amerikaiak által tőle hallott uh, hallottból uh, született meg a halló, halló nev, és van. a hello uh -huh. című, és azóta is ugye így veszük fel a telefon, úgyhogy ez még a telefonközpont mellett a, ezt, ezt a beköszönő, ezt a hivatalosan hát, telefonos lényeg, beköszönő. Igen, lényegében akkor a halló uh, szónak az etimológiája hát, szinte a magyarból így van, jön, így tehát így a hallottból van. ugye lett a halló. Természetesen, hát miből másból? És ugye annak idején azt hiszem a párizsi uh, világjártásra mutatta be elsőre ezek. 890-es évek, 8. valami ilyesmi, mutatta be elsőként a találmányát a nagyközönség számára, tudta ugye, hogy rengeteg emberre szólt, sok feltaláló, sok érdeklődő, de akkor nem nagyon vették komolyan, vagy nem nagyon, nem nagyon csaptak le erre az ötletre állítólag, és majd később visszajött ugye Magyarországra külföldi életi, életéből, úgymond, ahol lakott korábbi helyeken, és majd azt hiszem, hogy elsőként talán vagy ha nem is elsőként, de aztán nagyon hamarosan ugye Budapesten, vagy hát akkor még Pesten, vagy Budán uh, alakította ki az első telefonközpontot, és majd az is tovább fejlődött lényegében, hiszen majd néhány évre rá ugye megalakult mondjuk az első telefonközpont, akkor még a telefonos kisasszonyok álltak egy ilyen nagy uh, hát szekrényné valamilyen eszköz előtt, ami maga a telefonközpont volt, és akkor dugdosgatták ugye ezeket a kábeleket egyikükből a másikba, összekötetésbe adva egymásnak az embereknek szkor, a hallóját. Ezt szoktuk látni, ugye? Így van. És majd később az ő fejlesztése volt az is, hogy egy idő után már nem álltak a telefonos kisasszonyok, hanem ültek, tehát leülhettek, hiszen azért nem volt olyan könnyű ott órákon keresztül mondjuk állva dugdosgatni azokat a kábeleket. Tehát ez is az ő fejlesztése volt, és azt hiszem, hogy uh, talán leges-legesőként mintha tényleg amúgy uh, Párizsban lett volna meg az, hogy akkor létrehozott az telefonközpontot, de ott még nem úgy működött, majd pedig egy fejlesztéssel jött létre talán Budapesten ha nem tévedek. Na de Puskás adon túl ugye van még olyan nevünk is, mint például hát Gábor Dénes, de mondjuk időben akkor itt nagyugrás van. Gábor Dénes, apropózni akartam a szatmárnémeti feltaláló úriembernek a, a témáját tekintve, hogy ugye Gábor Dénes pedig Lényegében a hologramot találta fel, tehát szintén a fényel dolgozott, és hát fizikáról beszélünk ismételten. Ő pedig ugye a hologramnak az atya, vagy hát ő találta fel ezt, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Tehát lényegében nekik köszönhetjük ezt az egész technológiát ilyen szinten. És a másik nagy név az pedig egy játékhoz kötődik, ami amúgy nem játéknak indult, hanem egyfajta logikai minek. Hát a matematikának, nem tudom, vagy térbeli matematikai, látás. Vagy térbeli, hát, hát igen. térbeli, mindenképpen térbeli lehet. Térbeli logikai, látás. Logikai látás, látás igen. Segítő eszköz. <gül> <Igen>. <gül> ami aztán meg egy olyan nagy siker futott be, ugye hát Rubik Ernőről beszélünk, és a Rubik kockáról, ami aztán hát egy óriási találmány, és egy óriási játék is lett később, mai napig szerintem milliók játszák, és ugye versenyek is vannak arra nézve, hogy ki tudja minden gyorsabban, és talán minél kevesebb lépésben is, ugye a színeket egy szintre vinni, vagy egy oldalra összeállítani. Én bevallom őszintén, amikor próbáltam valaha is rubikot kezdeni, nekem soha nem sikerült egyébként. Nekem ma... sikerült, én a lekapartam. Hát úgy a... nekem is. Nekem, nem A színeket is ma... Nem matematikai azt... képletek alapján lehet ezt is megoldani, hát egy térbeli logikai játék, és akkor mint mindent ezt is képletekkel meg lehet oldani, kettőt jobbra, hármat balra csavarsz egyet, mit tudom, szóval van egy ilyen van egy ilyen taktikája, és, és, hát igen érdekes, nagy, mai napig nagyon sok helyen, meg mindig rákattannak újra és újra. Ez az, ami nem fog kimenni a divatból, szerintem soha mindig lesz egy olyan generáció, aki, aki ezzel fog játszani olimpiai szám, versenyszám lesz -e belőle, tippeljük meg. Még nem, az is lehet a mai világban. a világversenyek. Világversenyek, igen, de a mai világban meg mindenből olimpiai hát versenyszámot Ugye csinálja. erről is volt már podcastünk, hogy a, mi a pókert, meg a nem tudom már mit, a sakkot vettük, hogy hogy azok sportok-e vagy nem, de hát a Rubik kocka kirakása, az, az abszolút nem az szerintem. De most ebben nem menjünk bele. Amúgy valószínűleg van egy olyan, technikája az egész dolognak, ha már itt tartunk, mert ugye vannak, akik uh, csukott szemmel rakják ki, tehát hogy, hogy van egy olyan metódusa a kirakásának, amit, amit csukott szemmel is uh, ki lehet. Hát vagy, ez a képlet Vagy a meg, meg lehet oldani. Eset. Amúgy Gábor Dénes visszakanyarodva ugye a, a, ennek a hologram című elméletének köszönhetően uh, a plazma tévének például uh, ágyazott meg, szintén nem ő találta fel, de en, en, ennek az ő gondolatának és továbbfejlesztésének köszönhetően jött létre a plazma TV. Mm. Amúgy, ha már ugye a fizikai dolgoknál vagyunk, ugye Lóri említette Jedlikányost, ami, ami ugye a Dinamo tárgya fűződik az ő nevéhez, ami, ami tényleg egy olyan dolog, ami, ami eléggé korszakalkotó volt, de ott van, ott van Ötvös Lórend, akinek a torziós ingája, ami szintén egy olyan most már világszerte tök egyértelműen használt dolog, ami a, a, annak idején, az, az, az tényleg szintén egy olyan korszakalkotó. Ha jól tudom, akkor a, az olaj és a gázfúrás is végül is ennek az elméletnek a az alapján végzik manapság, tehát előtte ugye nem bányáztak ilyesmit, mondjuk mély, mély tengeri vagy óceáni ilyen kutat vagy fúróállomások nem voltak, de ennek az elméletnek, illetve a torziós ingának a működése alapján hozták létre ezeket a fúrótornyokat is. Tehát az ötvös Loránd elmélete működteti manapság a földgázbányákat. És ott van például egy olyan dolog, ami az Asbót Oszkár nevű úriember, a helikopter fogalmát, mint olyat talált ki, ugyebár ezt magyarul, ha jól tudom, úgy hívják, hogy helyben szálló. <laughs> Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e. Mert rémlik valami ilyen kifejezés, hogy hasonló. És ezt is ugyebár, mint harcászatban, mint pedig bármilyen területen egy nagyon gyorsan mozgó, nagyon-nagyon praktikus dolog. Amúgy valamikor ő is Budán vagy valamelyik, amikor a 900 es évek elején tesztelte, és... Nagyon furcsa dolog volt. De akkor. ha már a tart, tartunk, akkor hadd jegyezzem meg, hogy a golyóálló mellényt például egy nő találta ki, Stefani Kvólek vegyész, fejlesztette ki a DuPont cégnél dolgozó asszonyság. 1963-ban jött rá arra, hogyan is erősítheti meg az eszköz anyagát. Például, ez is érdekes, igaz, hogy nem magyar kötődésű, de egy nő. Hát a magyar nőkről még egy, egy listát azt azért találtam, és ráadásul a, de nem feltalálók, hanem inkább tudósok, és leginkább a mikrobiológia, biológia, immunológia, mikrobiológus, hát Oláné Béldi Ilona, ma is élő személy, aki mikrobiológiával foglalkozik, ugyancsak mikrobiológus Pusztai Rozália, Kondorosi Éva, aztán gyógyszerész, ez egy kínai nő, de kortás, tujujú, aki Nobel-díjat is kapott, és ugyancsak biokémia és orvostudomány Ádám Veronika egyetemi tanár. Úgyhogy érdekes, hogy igen, a mai világban biztos, hogy nagyon sokan foglalkoznak nem csak ezzel a virtuális világgal, ugye az internettel, hanem a másik irány az az orvos orvostudomány, ami ki tudja, mi lesz. Vele meg belőle ezzel a amúgy, amúgy mai miért? pandémiás helyzettel, igen. Miért, miért tartasz különbséget a feltaláló és a tudós között? Hát ezt, a... ezt mikrofonon kívül már Azért, mert leírtam a tudomány... neked, hogy a tudományos... addig tudós valaki, amíg nem talál fel valamit. Igen, viszont tudományjal mind, nagyon sok mindenki foglalkozik, nem biztos, hogy az elméleti. A tudomány inkább az elméleti részével foglalkozik a dolgoknak, és akkor nem biztos, hogy minden, ami tudományosan bizonyított és felfedezett a gyakorlatba át lesz ültetve. Sőt, szerintem vannak nagy különbségek némelyik tudományokban az elmélet és a gyakorlat között. Ezért tettem különbséget köztük. Jó. Közben egy másik nevet nézegettem, aki meg Kondó Kálmán, ő pedig ugye hát a vasút fejlesztésében, a, sőt inkább a, a mozdonyok fejlesztésében, és azoknak is inkább a villamos energiával történő fejlesztésével foglalkozott, annak idején már a Mávnál, meg hát neki is volt közel, hogy az már említett GANZ gyárakhoz, vagy hát iparmágnási vonatkozásban, és ugye ott fejlesztettek több mozdony is annak idején. Jó, persze hát nem tekinthetjük őt a mozdonynak a megalkotójaként, vagy atyaként, hiszen azt már jó, az azelőtt szinte száz évvel létrehozták, mint gőz akár, de hogy hatalmas fejlesztéseket vittek végbe ugye az akkori MÁV gyárakban, vagy MÁV területeken, és azt hiszem talán két külön típusú villamos meghajtású mozdonyt is sikerült ha nem tévedek, ha nem mondom rosszul, kifejleszteni. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy dolog. Az, az előző golyóálló mellényről át akartam kötni, de aztán elszalasztottam a lehetőséget egy olyan golyó dologra, ami a golyóstól, ami szintén ugye bíró László nevű, golyó, golyó. Ö, ö, hazafiunk. Talált fel, és ami újdonság volt számomra, hogy nem csak ez az egy dolog fűződik az ő nevéhez, ebből kifolyólag gondolom a Golyós Dezodor is adta magát, például az is az ő innovációja, de tökéletesítette például a mosógép működését is, és ami viszont tényleg novum volt vele kapcsolatban, hogy az automata váltót is ő fejlesztette ki, úgyhogy a General Motors tőle vásárolta meg annak idején, az 1900-es évek elején, és ha már autó, akkor ugyebár Henry Ford által kitalált, vagy által kitalált, ez most szintén belemehetünk. Sponzorizált inkább. Azt igen, Ford autógyárnak az egyik fő lényeges megalkotója egy Galamb József nevű úr, mert nem írtam ide fel, de ez megmaradt, hogy szintén ő, vagy ő az ő ötlete alapján indult be ez a, ez a sorozatgyártás, amit aztán Ford pénze és, és megalomániája aztán a tökéletességig idézőjelbe kérdőjel a végén fejlesztett ki és hajtott végre. Na hát is ott a nagy kérdésem. Amiről... Ja, bocsánat, Igen, és magad... még, annyi, még annyi bíró Lászlóval kapcsolatban, hogy Argentinában így hívják a golyóstollat, hogy bíró. Na, <laughs> Ez aranyos. Nem tudom, hogy hogy visszacsatolhatok, vagy visszaugorhatok egy kicsit a, a erre a felületre, az, az internetre, meg egyáltalán a hálózatokra. Száz régen beszületett 1972. március másodikán Albert Réka, Romániai-magyar tudományos kutató, fizikus, biológus, a Barabási Albert modell névadója, a fizikát és biológiát ad elő a Pennsylvania Állami Egyetemen, a skála független hálózatokkal és biológiai rendszerek logikai modellezésével foglalkozik a Bábes Bólyai Tudomány Egyetemen végzett 96-ban, és a Notre Dame Egyetemen doktorált 2001-ben, és ez a modell, ez a, például olyasmikkel foglalkozik, hogy, hogy a világháló hiba toleranciájának és az észak-amerikai villamosenergia hálózat sebezhetőségének a vizsgálata. És itt egy kicsit kötődik ez a sebezhetőség kettősség vizsgálat szerintem kötődik a, a, hálózatok rezilienciájához is, de ez is érdekes, ez egy fiatal kutatónő most is él, és virul és dolgozik. Ugye ja, beszéltünk, vagy említettem néhány nevet már korábban itt ebben a beszélgetésben, akikről még azért úgy mélyebben nem tettünk, vagy nem mellítettünk szót. Részben sokak által valószínűleg kétes megítélésük is van pont amiatt, amivel foglalkoztak annak idején is, hogy beszélgettünk róla, ugye csoportban tevékenykedtek, tehát nem kifejezetten egyénileg működtek ők, viszont egyénileg járultak hozzá ahhoz, ami megvalósult. Ők pedig, mint mondtam, tehát Szilárd Leó, Jenő, vagy ugye Tellerede például, és hát ők annak a csapatnak voltak a tagjai, akik annak idején a másfülekháború idején, vagy hát már az elejétől némileg talán foglalkoztak magával az atomprogrammal, és ugye hát ők többnyire azért még az első világ, vagy a másfülekháború előtt hagyták el Magyarországot, származásukból kifolyólag, illetve hát üldöztetések történtek, ugye nyilvánvalóan ezt tudjuk, és hát Amerikába tették át a székhelyüket, és majd ott a kormány későbbi támogatásával, illetve más, más tudósoknak a csoportosulásában vettek részt az atomprogramban. Enrico Fermi, vagy mondhatnánk gyorsan akartam mondani, Robert Oppenheimer nevét ugye még akik benne voltak többek között ebben a csapatban. Tehát einstein. És Einstein is, igen. És ugye még annak idején többen, úgymond a magyarok közül támogatták, tehát hogy bírták rá einstein arra, hogy írjon levelet az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének, ugye, hogy támogassa is, hogy tegyen pénzt a kormány abba, hogy indíthassák be az atomprogramot az Egyesült Államokban. És Elsődlegesen nem tudom, hogy mennyire a bombán akartak ők tudósként gondolkodni, mert ezt mindenképpen megelőzte, megelőzték olyan emléleti kutatások és majd kísérletezés is nyilvánvalóan hogy hogyan működik, és mik a, a következményei magának az atommag hasadásnak, mert akkoriban mi csak maximum elméleti szinten tudták azt levezetni. Hát vagy hogy nem tudták, mert vagy ezek, nem tudták ezzel mondtosan... kapcsolatban nekem is van egy olyan történetem, amit hallottam természetesen, nem voltam ott, hogy az akkori amerikai elnök, most nem akarok hülyeséget mondani, be is hívta Albert einstein az irodájába, és megkérdezte tőle, hogy Professzor úr, mi lesz ebből? És akkor Albert Einstein csak annyit mondott, hogy a lot of energy, Mr. President, a lot of energy. Igen. Tehát, hogy tudták, hogy hatalmas energia, de azt nem tudták, hogy most, ha ledobják valahova, az mennyi, mennyire terjed ki. Tehát, hogy abszolút elméletre épült ez az egész dolog. És aztán lett belőle atomomba. Igen, és épp, épp ezért mondom, hogy lehet kétes megítélésük nekik, mint tudósoknak, de mondjuk azt a bombát konkrétan nem ők dobták le, hanem egy hadsereg dobta Te le. Meg meg persze, persze, hát ezért mondtam tehát azt, hogy egy, a, hát nem mindegy, hogy kinek a kezébe jutnak ezek a találmányok, és hogy mire használják föl őket. Ez a másik kérdés, igen, mert azért jótékony hatása is vannak olyan értelemben véve, hogy valóban szinte korlátal energiát vagy képes belőle előállítani, ami, ami meg nagyon sok esetben javára fordult mondjuk az emberiségnek. Tehát, hogyha biztonságos körülmények között, persze ez végezhető, mert tudjuk, hogy voltak hát különböző igen, balesetek. Jelent, igen, pontosan. jelent az, hogy biztonságos körülmény. Csak mondanék egy dolgot Szilárd Leóval kapcsolatban, ami egy ilyen hát kicsit ilyen urbán legenda is lehet, de nagyon jó a szerintem, meg nagyon jó hangzik, hogy Szilárd Leóval kapcsolatban Francis Creek, a DNS szerepének Nobel-díjas kutatója mesélte ezt a történetet, amely szerint Fermé, ugye Enrico Fermé egyszer kifejtette, hogy a tejútrendszerben van a -e legalább 100 milliárd csillag, többé-kevésbé olyanok, mint a nap. Sokuk körül bolygók keringenek, egyeseken folyékony víz is előfordul, a vízben a csillagfény hatására a kémiai vegyületek szintézise indul meg, az óceánból langyos, tápláló leves válik ebből az erőlevesből önreprodukáló struktúrák táplálkoznak. A természetes kiválasztódás belőlük mind fejlettebb, komplexebb lényeket hoz létre, civilizációk kelnek életre, velük tudomány és technika. Újabb és újabb bolygókat keresnek fel ezek az értelmes lények, bejárva az egész tájútrendszert. Ezenek, ezeknek a rendkívül okos lényeknek a figyelmét alig, ha kerülheti le egy olyan szép bolygó, mint a Föld, de akkor hol vannak ezek a lények? A kérdésre a jelenlévő Szilárd Leó rögtön válaszolt itt vannak közöttünk. Kicsit furcsa az angol kiejtésük, magyaroknak mondják magukat. Igen, ez aranyos, igen. No, hát én a saját listám szerint én úgymond befejeztem volna a mondandómat, de hogyha bármi a részletekről még van felmerülve, akkor nyugodtan Igen, én még, én még találtam egy nőcit, aki egy nagyon okos dolgot talált ki. A férfiak javára természetesen, mert a nőknek a a dolga az, hogy a férfiakat pátyolgassák és könnyítsék az útjukat, bár a nevük nem minden esetben kerül megjegyzésre. Az ablaktörlőt, például a kocsi ablaktörlőt egy nő találta ki, mégpedig mindjárt olvasom itt a nevét, Mári Anderson volt, aki 1903-ban kitalálta, hogy ez így is működhet, nem kell megállni és letörölni a szélvéd, a... a teherautó szélvédőjéről, ami esetleg ráragad út közben. Nagy segítség a mai napig. Így <laughs> igaz. Én meg egy picit belástam magam, ugye ezt a magyar nobel díj kapcsolatot ugye sokszor szoktuk emlegetni, vagy szoktunk róla hallani, és hát számszerűleg 16 darab magyar Nobel-díjas van, de nekem ez újdonság, én ezzel még nem foglalkoztam ennyit, mint mondjuk a, erre a műsorra való felkészülés folyamán, bár lehet, hogy még ennél sokkal mélyebben el lehet ebbe veszni, hogy ez a 16 darab magyar Nobel-díjas uh, egy bizonyos oldal három kategóriára osztja, mégpedig uh, olyan magyar Nobel-díjasokra, akik Magyarországon születtek, ott is dolgoztak, és hát, ha nem is ott haltak meg, de azért a munkásságukat, meg a születésüket azt oda vonatkoztatják. Viszont ebből csak kettő darab van. Aztán a. Szomorú. A ma... nem, feltétlenül. nem feltétlenül. Van a második kategória, akik nyolcan vannak, tehát ebből van amúgy a legtöbb elárulom, akik Magyarországon születtek, de utána elhagyták az országot, és máshol haltak meg, és ebből kifolyólag a tevékenységüket, illetve a feltalálmányukat is máshol tették le, de viszont mondjuk ott kezdték el még Magyarországon, vagy ott jártak iskolába, tehát ez a másik kategória, még egyszer mondom, ebből nyolc darab van, illetve van hat olyan Nobel-díjasunk, akinek az egyik szüleje legalább a magyar volt, de ő már nem Magyarországon született, és semmi kötődése nincs, mert lehet, hogy élete folyamán járt Magyarországon, vagy dolgozott. És ami még érdekesség, hogy a 16 Nobel-díjasunkból ugye 5 darab kémiai van, ebből van a legtöbb, 4 darab fiziológiai és orvostudományi van, három fizikai, kettő közgazdasági, egy béke és egy irodalmi nobel díjunk van, és Kertész Imre az egyetlen olyan magyar nobel díjasunk aki Magyarországon halt meg. Tehát ott is született Budapesten, és ott is halt meg. És egy kicsit utána néztem annak is, amúgy a másik a Szent Györgyi Albert, aki nem tudom, Szegeden született, vagy ott dolgozott, én ennek nem néztem utána. 1937-ben kapta meg a, a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, illetve az előbb Kertész, szemére pedig 2002-ben kapott irodalmi Nobel-díjat, ő az egyetlen irodalmi Nobel-díjasunk, amúgy meg Eli Wiesel az egyetlen béke Nobel-díjasunk, a többibe már nem nagyon ástam be magam, és utána néztem annak is, hogy országokra lebontva melyik országnak van a legtöbb Nobel-díja. Azt hiszem, hogy nem kell el, elmondjam, szerintem mind a ketten egyet tippeltek, és megvan, nem? Hogy... nem. Csillati Magyarországnak persze. van a legtöbb biztos. Csillag az Egyesült Államoknak. Eltrolkodja, Lóri jól mondja, igen. Az Amerikai Egyesült Államoknak úgy van 372, hogy abból uh, elég sok nem. Hát meg ugye, ha már Amerikai Egyesült Államokról beszélünk, ugye elég kevés az őshonos uh, Nobel-díjas, hogy akkor így kicsit itt én is uh, uh, trollkodjak. A második helyen az Egyesült Királyság van, 127 darab Nobel-díjal uh, a harmadik, negyedik hely szerintem szintén, ha tippelni kéne, elég könnyen meg lehet tippelni, hogy német és francia, 105 és 68. A, az ötödik helyezett Svédország számomra azért nem meglepő, mert hogy a Nobel-díj maga is ugye svéd talán, úgyhogy valószínűleg elég hamar a figyelembe kerülnek a svéd akármilyen tudósok vagy feltalálók. A szovjet-orosz ugye a hatodik 26-ta, jó számom? Hatodik, igen. És ami érdekesség számomra, hogy Kanadának is 26 van, és Svájcnak van 25, úgyhogy az előbb említett gánc művek azért az... Abraham Gánc. Szóval, hogy rajta, rajta kívül is azért van, úgyhogy az a 16 azért az nem olyan rossz helyezés a magyarnak. Tehát már nem nézte, még az olaszoknak van 20, hollandoknak 20, ami szintén a lakosság és a, a arány szempontjából, akkor megint ott vannak, és Japánnak is van 28, most látom. Igen. Nem rossz, Szent hogy Albert pedig Budapest az 1893. szeptember 16-án. Akkor honnan jött a Szeged? <sínt> ja, csak a paprika miatt. Ja, jó, ja, akkor te vezettél félre, jó. <sínt> No, hát köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy egy kicsit segítettünk belelátni ezekbe a dolgokba, hogy milyen neves tudósaink, akár így, akár úgy származásilag, születésileg, bármilyen módon, de azért kapcsolnak hozzánk, illetve büszkék is lehetünk szerintem azért rájuk, illetve a találmányokra, meg a tevékenységükre mindenképpen, és uh, hasonló nem ilyenekkel, vagy de hasonló témákkal, amit majd hárman találunk még, legközelebb jelentkezünk ugye egy hónap múlva körülbelül. Úgyhogy én megköszönöm mindenkinek a figyelmet, annyit még mi mindenképpen elmondanék, hogy hogy nem csak YouTube-on tudtok bennünket hallgatni, hanem ugye Spotify-on, Encore fm -en is, illetve tudjátok követni az Instagram oldalunkat, valamint lájkolni like a Facebook oldalunkat, és ott van még az érhangja.ru per rádió honlapunk, ahol 0-24 órában játszunk számotok a jó zenéket, illetve minden hétköznap reggel keresztül 10 óráig én vagy kollégáim várna benneteket friss hírekkel, információkkal, érdekességekkel. Köszönöm a figyelmet még egyszer, köszönöm Péter, köszönöm Csilla. Sziasztok! Mindenkinek szép napot! Sziasztok.